nagyon megijedtünk a diagnózistól. Amíg Szirkát meg nem ismertük, addig ugye ez volt az előtérben, hogy Down-szindróma, és az félelmetesnek tűnt, és aztán Szirka megtanított rá bennünket, hogy ő viszont nem félelmetes. És a szoptatás volt az, ami az első kapaszkodó volt a igazi élethez. Tehát ez rögtön ott az elején a kórházba elkezdődött. Ez a hagyományos, amiben belenövünk, ezt úgy hívják, hogy medikális szemlélet, ez úgy fogja fel a fogyatékosságokat, a Down-szindrómát is, mintha egy betegség lenne, és ezt egy elkülönített helyen speciális szakemberek tudják csak kezelni, hétköznapi emberek ezzel nem tudnak mit kezdeni, tehát a hétköznapi világban nekik nincsen helyük, hanem menjenek csak ezekre a speciális helyekre, speciális óvodába, iskolába, védett munkahelyre, stb. Tehát ebből a szemléletből ered az, hogy mi nem tudunk együttműködni, és ezt a szemlélet tükrözi az, hogy szenved benne, hogy betegségnek hívjuk, hogy kórnak hívjuk. Uh-huh. Igazából ott lehetne átállítani a dolgot a szemlélet szintjén, és akkor a szavak ezt így tudják követni.